A Csokonai úti óvodába az új évben sok kisgyermek egészségesen érkezett vissza, így folytatódhatnak a megkezdett projektek. Tudtuk meg Rauschenberger Gáborné tagintézmény vezetőtől. Január elején a vízkeresztről beszélgettek a gyerekekkel, most pedig már a farsangra való felkészülés ideje van az óvodában. Készülnek jelmezek, állarcok, és a termet is feldíszítik. Sajnos a szülők nélkül tartunk minden rendezvényünket most, az elkövetkezendő időszakban. A farsangunk is csoportszinten lesz megoldva, játékos, vidám, ügyességi feladatokkal fogjuk a gyermekeket majd tevékenykedtetni. Nagyon várják már a gyermekeink ezt a tevékenységet. Az évelejét is így indítottuk el, a vízkereszt népszokással ismertettük meg a gyermekeinket, lezártuk a karácsonyi ünnepkört, és elkezdődött a farsangi ünnepkörünk, és folyamatosan, komplexen fogjuk ezt feldolgozni. Mindenféleképpen fogunk állarcokat készíteni, a termet feldíszítjük a farsangi népszokásunk szerint, és állarcosan, jelmezben fogjuk ünnepelni. Mivel a programot szülők nélkül tartják, fotókat készítenek, és azt megosztják a zárt csoportban. Mióta a szülőket sajnos nem tudjuk bevonni a tevékenységeinkbe, még inkább előtérbe kerültek ezek a zárt Facebook csoportok, online csoportok, és ott tájékoztatjuk a szülőket a rendezvényeinkről. Az iskolába menő gyerekekkel fokozottan foglalkoznak, erre még van több hónapjuk. A 38-ból 11 gyermeknél kérvényezték a szülők, hogy óvodában maradhassanak. Itt folyamatos a vizsgálat, és érkeznek a határozatok. Január 1-től 15-ig a szülők kérvényezhették még azoknál a gyermekeknél, akiket még nem szeretnének iskolába vinni a szülők, hogy a tankötelezettséget még egy évvel meghosszabbítsák, tehát óvodai nevelésben maradjanak. A 38 tankötelezett gyermekünkből 11 gyermeknél kérvényezték a szülők, hogy óvodai nevelésben maradhassanak. Itt folyamatos a vizsgálat a gyermekeknél, és a határozatokat is folyamatosan már most kapjuk vissza az óvodában, hogy mehetnek-e iskolába, vagy maradnak az óvodában. A többieket pedig, és őket is természetesen készítjük az iskolai életre. És a kicsiket pedig várjuk majd a következő nevelési évre. A tehetségműhelyekben van gyermektánc, agyagozás, szövés, fonás, barkácsolás, mind a napi elfoglaltság része épp úgy, mint az Ovi galériában az évszakonkénti kiállítás, de sok szabadtéri játék, foglalkozás is van. Próbáljuk mindenféleképpen ezeket a hiányosságokat most pótolni maguk az óvónénik tevékenykedtetésével, főleg a tehetségműhelyeinkben tudjuk ezeket pótolni. A gyermektánc tehetségműhelyünkben, az apró kezek kézműves tehetségműhelyben, és van egy anyanyelvi tehetségműhelyünk is, ahol kifejezetten a mesék, versek világába kalauzolja a kolléganőm a gyermekeket. Az agyagozás, a fonás, szövés, és akár a barkácsolás is, a gyerekekkel próbáljuk a vizuális tevékenységeinkben megvalósítani, és az Ovi galériánkban is a éjszakonként megrendezett kiállításon próbáljuk a gyermekeket elvinni egy-egy kiállításra. Mindenféleképpen a mindennapi mozgásra időt és energiát is biztosítunk, tehát a gyermeknek szüksége van a szabad levegőre, a szabad mozgásra, minden nap kint is tevékenykedünk, mozgunk. Várják az óvodában a tavaszi időszakot, amikor remélhetőleg programjaikra a szülőket is bevonhatják majd.